Ábrahámnak úgy kellett volna elindulnie, hogy maximum a feleségét, feleségéről tudjuk, hogy ugye Sára volt, igen, meddő volt. És amikor ő elindul, akkor 75 éves volt Ábrahám. Írás szerint, amikor ezt a hívást kapja, akkor 75 éves volt, amikor elindul. Hova indul? Úrból? Kánaánba. Oda kell érkeznie. De ő nem érkezik odáig, hanem Háránba érkezik. Amikor odaérkezik, akkor van egy kis gond, az úton megáll, nagy éhínség van ott. Isten nem mondta neki, hogy ott álljon meg és máshova menjen, hanem menjen Kánaánba. De ő meg azt csinál, hogy onnan Egyiptomba megy. Anélkül, hogy Isten mondta volna neki. Tehát Ábrahám időnként csinál olyan dolgokat, ami egyébként nem kellene. De későbbiekben rájön, azután ezt próbálja jóvá tenni. Azért Ábrahám életében is lehet látni, időnként ő egy kicsit félreérti, vagy éppen nem azt csinálja, amit az Úr kér, és próbálja azt az utat járni a saját, úgy is mondja, a saját feje után. Mert találkozik egy bizonyos helyzettel, és onnan ő dönt, hogy hova megy, és így megy Egyiptom felé. Ott egy nagyon nagy buli van. Mert Sára sokkal fiatalabb volt, mint Ábrahám. Ábrahám idős volt. Sára fiatalabb volt, és amikor Egyiptom felé tart, mindennel együtt, magába szállít, gondolja, ezért Sára nagyon szép asszony, így van írva. Nagyon szép és csinos, és ha oda érkezik, baj lesz, mert az egyiptomiak majd őt megöli, és azután őt elviszi. És azért úton beszélgetnek, és mondja Ábrahám Sárának, neki ahova úgy kell mondani, hazudtság van ott egy kicsit. Az Isten úgy árul, amikor mi letérünk, akkor egyébként mi hazudunk. Abban a pillanatban nekünk hazudnunk kell. Ez ami életünkben sokszor előfordul. Amikor megérkezik, úgy, ahogy beszéltek, úgy találják, pontosan úgy van írva, hogy az egyiptomiak látja, hogy Sára nagyon szép, csinos, és eljutott Fáraó fülébe, ez az üzenet itt van, egy nagyon szép asszony, és ő meg küldi az embereket, hogy nézze meg, és rájön, hogy Ábrahámnak a húga, pedig hazudság, ugye az ő felesége. És elhisznek, természetesen, mert nem tudják, elhisznek nekik, mármint Ábrahámnak, meg a Sárának, és őt elviszi Fáraó a palotába, feleségének. Abba a pillanatban ez az asszony belépett a Fáraó palotájába, csapások vannak, probléma van. És Fáraó járja, valami nem stimmel. Ezért tényleg kérdezi Ábrahámot, ez tényleg a te húgod? Akkor Ábrahám megvallja, hogy nem, az az én feleségem. És akkor Fáraó azt mondja, hogy te miért hazudtál? Miért nem mondtad az igazat? Akkor mondja, hogy ha mondtam volna, hát úgy gondoltam, hogy elmondom, akkor engem megüli, és őt életben hagyják, ezért azért mondtam. Erre Fáraó egyébként neki megbocsájtja, és tudjátok, hogy mit csinál a Fáraó? Rengeteg ajándékot ad. Nagyon-nagyon sok vagyon. Lett neki juhai, marhai, szamarai, meg rabszolgái is, rabszolgáló nők, meg tevei, nem tudom, mi mindenfélével elhalmozza Fáraó Ábrahámot. Nincs csak, hogy szerezte meg Ábrahám ilyen sok vagyon. Ez egy pont, ahol lehet megállni, egy kicsit elmélkedni. Hazudsággal ő megszerzi rengeteg vagyon. A legkönnyebb mód vagyon szerezni, ez hazudság. Mikor hazudunk egyébként mi is egymásnak? Mikor hazudik férj feleségének? Vagy éppen fordítva, vagy elöljáróknak.
Amikor egyébként mi nem vagyunk az Isten útján, akkor hazudunk. És sokszor könnyen és gyorsan lehet kapálni, hogy kell mondani, sok vagyont. Amikor nem járunk az igazság útján, amikor járunk a hazugság útján, akkor hamar gyűlik össze a földi vagyon. De a probléma rögtön következik. Ezekkel a vagyonokkal, mindennel együtt Ábraham visszatér. Ugyan azon az úton, ahonnan indult, ahogy ment Egyiptomba, úgy jön vissza. Ez van. Ugyan azon az úton jön vissza. És találkozik Lottal. Lottnak is volt nagyon sok állat. És neki is volt nagyon sok bíres, aki vigyázta az ő állataira. És jön most Ábraham ilyen sok vagyonnal, akinek nem volt ennyi, mert Fáraó adott ilyen sok vagyon. És már kezdődik a két testvérpár, az így is lehet mondani, Ábraham meg Lott, testvérek egyébként, olyan értelemben. És ők elkezdtek veszekedni. Az egyik hazugsággal szerzi a vagyon, jön ezzel, és itt most veszekedés van, mert nincs helye állatoknak legelni. És ezen vitatkoznak a bíresek. Ez egyébként Ábrahámnak a állattartók, gulyások, vagy így lehet mondani, és akkor a Lottnak, azok elkezdtek veszekedni. Itt is lehet megállni egy kicsit. Amikor szegénység van, akkor általában egyetértés van. A családban, közösségben sokkal nagyobb a béke, szeretet. De abban a pillanatban gyarapszik a vagyon, testvérek között is vita van. Vannak olyan nagy veszekedések, verekedések, meg egyebek vagyon miatt. Ez itt is történik. Ábraham ez alatt az idő alatt nagyon sok bölcsességet szerezte. Ezért Ábraham nem akar veszekedni, ezért mondja, nézd, Lott testvérem, én nem szeretném veszekedni vele, mert testvérem vagy. Ezért most ez minden, ami itt van, ez a miénk. Mi itt vagyunk. Te nézd, jobbra, balra, vagy keletre, nyugatra, iszakra, bárhol is. Nézd meg, amennyit te akarod, az vidd magadnak, és arra felé megy. Mi nem veszekszünk. Ami marad, azt majd én. És akkor Lót néz merrefelé, egy nagyon szép irányt vesz, ahol van Szodoma és Gomorra. Lót arra felé tart, mert ez egy nagyon-nagyon jó föld volt, nagyon termékeny föld volt, nagyon sok gyümölcsel teli hely, és ezért Szodoma és Gomorra felé tart, és akkor Ábraham pedig annál keletre megy. És akkor a két testvérpár nem veszekszik, hanem békén elválnak. Ábrahamnak a bölcsessége érdemes, hogy mi is hordozunk a mi szívünkben. Testvérek közötti veszekedést mindig érdemes elkerülni, mert későbbiekben, ami történik, az igazolja Ábrahámot. Szabadításom örömét ad.
teremts bennem